Szeretettel üdvözlöm Önöket, ez itt az online főzőiskola, és már megmutatom, hogy készül a pizza tészta. Ehhez 3 deci langyos vizet én kimértem, ebből körülbelül 1 decinyit átteszek egy másik pohárba, ebbe belemorzsolok 2,5 deka élesztőt, teszek hozzá körülbelül egy evőkanálnyi lisztet, elkeverem, és 15 perc alatt fölfuttatom. Ez nem azt jelenti, hogy körbe rohanom itt vele az egész várost, mindössze annyit, hogy langyos helyen 15 percig pihentetem. Ez az első lépés. Amíg az élesztő kell, addig tulajdonképpen előkészítünk minden többi hozzávalót. 50 deka lisztet én kimértem egy tálba, ehhez teszek egy olyan, hát egy fél kis kanálnyi sót, kimértem olyan 4-5 evőkanálnyi olívaolajat, egy pici, illetve hát itt van a maradék víz, ez olyan 2 deci, és ezzel fogok tésztát dagasztani. Fontos, a tésztába lehet gyúrni még zöld fűszereket, tehát apróra vágott oregánót, kakukkfüvet, rozmaringot, ez ad egy plusz íz neki. Ez a tészta nem a vékony tésztájú pizza lesz, hanem ez a, ami körülbelül ilyen újnyi vastag, kis újnyi vastag. Aki vékony tésztájú pizzát szeretne sütni, azt tegye meg, hogy fölmegy a honlapra, illetve itt a YouTube-on is meg tudja nézni. A Kemence Mániás adásunkban vékony tésztájú pizza készült. Ez a másik változat, és aztán majd mindenki eldönti azt, hogy melyik a szimpatikusabb neki. A lényeg, ezekből a hozzávalókból bedagasztom a tésztát, és egy olyan erős szobahőmérsékleten, de inkább 40 fokra bemelegített sütőben, egy olyan 35-40 percig keleztem a tésztát. Utána pedig, hát utána megbeszéljük azt, hogy hogy süssük, mert ugye többféleképpen lehet tepsinagyságúra kinyújtani, és akkor utána majd kockázzuk. Lehet csinálni belőle pizzéléket, ami ugye mini pizzát jelent, lehet csinálni a szokásos kerekformát, lehet töltött pizzát, de ezt akkor majd később. Most lássunk neki a dagasztásnak. Tészta tehát kell, most megfőzzük hozzá a pizzaszószt. Ehhez 40 deka olyan konzervhámozott paradicsomot, aminek ugye a fele lé, a másik fele apró kockákra vágott paradicsom, beleöntök egy lábasba. Teszek hozzá 2-3 evőkanál sűrített paradicsomot, ez egy kicsit majd, hát sűríti, ugye a sűrített paradicsom sűríti, és persze a tízesíti is majd ezt a mártást. Ezen kívül kerül bele 1-2 evőkanál olívaolaj, sőt, ezt már én most bele is dobom. 1-2. Kerül bele egy nagyon pici cukor, ez a nagyon pici egy ilyen mokkás kanálnyit jelent. Így. Nézzük csak, só. Sóból mondjuk egy ilyen fél kis kanálnyi. Egyszer. Kerül bele bors. Ebből is csak egy ilyen fél mokkás kanálnyi. És akkor nézzük a zöld fűszereket. Ugye tehetünk bele az összes olaszos zöld fűszerből, rozmaringból, kakukkfűből, oregánóból, bazsalikomból, de ha van nekünk friss bazsalikumunk, akkor azt inkább a tésztára tegyük, és ne keverjük bele a pizza szószba, egyszerűen csak majd tegyük rá a tésztára, ott a sajt alatt az gyönyörűen meg fog sülni. Úgyhogy a többiből akkor rakjunk ebbe a mártásba, forraljuk 2-3 percig. Egy kis kanálnyi étkezési keményítőt ki fogok keverni fél deci vízzel, azt hozzáöntöm, azt sűríti, és már megy is félre, hoppá, szóval már megy is félre, hagy hűljön, hogy mire a tészta megvan, addigra a szósz is hideg legyen, és tudjunk vele dolgozni. Úgyhogy kezdődjék a főzés. Lejárt az ideje a tészta kelesztésének, nézzük meg, hogy milyen sikerrel jártunk. Lehet látni, majdhogy nem a duplájára, sőt a duplájára kell. Ezt enyhén meglisztezett gyúrólapra borítom, és ebből a mennyiségből 4 darab egyszemélyes pizzát lehet kényelmesen sütni. Így. Úgyhogy csináljuk a következőt, ha már a 4 pizzánál maradtunk, gyorsan a tésztát vágjuk 4 felé. Így.
Ezeket a kis tésztacipókat egyenként kicsit gömbölygessük meg, tegyük félre. És kétféle útunk van a továbbiakban. Az egyik a teljesen hagyományos megoldás, miszerint a tésztát megkenjük a pizzaszósszal, vagy épp ami rá való, rátesszük a mindenféle finomságot, és utána egyszerűen bedobjuk a sütőbe, és ilyen 200 fokos sütőben 8-10 perc alatt megsütjük. A másik, amit én nagyon szeretek, hogy a tésztát elősütjük egy olyan 5 perc alatt. Ez egy teljesen szokatlannak tűnő dolog, de én azért szeretem, mert egyfelől, ha sokat készítünk, sok pizzát, akkor így tudom koordinálni azt, hogy a tészta nem kell túl, elő van sütve, csak rá kell tenni a motyót, 5 perc alatt meg fog sülni. Másrészt az elősütött pizza lefagyasztható. Tehát az elősütött pizzalapot fullpakba csomagom, leteszem a mélyhűtőbe, és bármikor, amikor kell, csak kikapom onnan, és már dolgozhatok is vele. De mindenkinek ez a saját ízlésére van bízva. Most készítsünk akkor mondjuk két pizzát az előbb említettek szerint. Mégpedig kezdjünk azzal, hogy a sütőt légkeveréses sütő esetén ilyen 190 fok, hagyományos sütő esetén 210 fok, bekapcsoljuk és bemelegítjük. Én már ezt elindítottam. Magát a tésztát, azt nyújtsuk ki, ugye abban maradtunk az elején, hogy kb. Kisújnyi vastag tésztánk legyen. Ahhoz, hogy kisújnyi vastag legyen, ugye a tészta duplájára kell sütéskor, következésképp fél kisújnyi vastagra, kerekre elnyújtjuk a tésztát. Ez akkor az első lépés. Utána enyhén megolajozott tepsire teszem, és nagyjából egy 4-5 perc alatt, attól függ ugye, hogy mennyire vékonyra nyújtottam, illetve milyen nagy pizzát akarok csinálni, 4-5 perc alatt elősütöm. Előtte villával néhány helyen megszurkálom, hogy ne nagyon hólyagosodjon föl, és gyakorlatilag ennyi. Körülbelül ezek az egyszemélyes pizzák, hát mondjuk azt, hogy egy ilyen akkorák, amik pont beleférnek egy rendes evőtányérba. Tehát akkor a következő lépés, olajjal ezt én vékonyan lekenem, villával megszurkálom, és megy a 180 fokos sütőbe 5 percre. Amíg ezt elősütjük, addig a másik tésztát, azt ugyanígy kinyújtom, megkenem pizzaszósszal. Az, hogy mit teszek rá, az teljesen szabadon választott, van, aki a kukoricát szereti, van, aki az ananászt, van, aki a sonkát, stb. Én most, amit itt hirtelen találtam, túl az, hogy a paradicsomszósz természetesen rákerül, teszek rá egy kis főtt császárszalonnát, néhány karika kolbászt, néhány bazsalikom levelet, erős paprikát, és természetesen szarvasi mozzarella sajtot, és be fogom sütni. Ennyi. Úgyhogy akkor folytassuk. Itt az elősütött pizza, ezzel innentől kezdve nem kell semmi különöset csinálni, ha kihűlt, fullpak, mélyhűtő, vagy egyszerűen csak fullpak és mehet be a hűtőbe. Ha sok főre készítjük, mondjuk ilyen 100-120 főre, akkor praktikus így előre megsütni, gyönyörűen meg lehet díszítgetni, csinálni előre, és ugye amikor a vendég jön ebédelni, akkor pedig betoljuk pár perce a sütőbe, ragyogon elő lehet készíteni, én szeretem ezt a fajta megoldást, de most összedobjuk mindjárt a klasszikusat is, amikor is a sütőlapra kerül maga a pizzatészta, megdíszítgetem és megy vissza a sütőbe, az értelemszerűen nem 4-5 percet sül és nem elősütjük, hanem sül mondjuk 10-12 percet, és szerintem azt fogom most csinálni, hogy a sütő aljába teszem, mert azt szeretném, hogyha alul rendesen megpirulna, fölül meg elég neki, hogyha csak ráolvad a sajt. Úgyhogy akkor menjünk tovább, jöjjön a másik fajta elkészítés.